Dunaújvárosi albérletében fogadta Váca Kisvárdát, amely az első percről kezdve támadólag lépett fel. A hetedik percben Rajci 11-esből szerzett vezetést a vendégeknek, 6 perccel később pedig Olá duplázta meg az előnyt. Szünet után egy lecsúszott beadásból szépítettek a hazaiak, de a 63. percben Olá ismét visszaállította a két gólos különbséget. A váciak azonban 2 perc alatt egy fejes gólból és egy szabadrugásból egyenlítettek, és hiába volt a hajrában 2 meccslabdája is a Kisvárdának, végül meg kellett elégednie 1 ponttal a vendégcsapatnak. Szerintem mindenki inkább csalódott, hogy ott hagytunk 2 pontot ugye Dunaújvárosba. Hát a játékképe az nem ezt sugallta, biztos győzelemnek tűnt, azonban figyelmetlenek voltunk, és hát ez a döntetlen eredményezte sajnos. Nem is tudom, hogy mikor kapott a csapat utoljára ennyi gólt igazából, ugye ott kezdődött az egész, hogy volt egy lecsúszott beadás az egyik játékosnak, és onnantól kezdve pedig igazából borult a dominó. Én azt gondolom, hogy ha rendezzük a sorokat, akkor ilyen többet nem fordul elő. A kisvárdai csapat tavasszal sorozatban 8. meccsét tudta le veretlenül, és a megszerzett 1 ponttal is megerősítette feljutás jelentő 2. helyét a tabellán. A védő szerint ez nem terhet, inkább motivációt jelent a játékosok számára. Nyilván ezt mindenki máshogy reagálja le. Én azt gondolom, hogy ez egy pozitív hajtóerő, van egy kitűzött cél, amihez az ember meccsről meccsre közelebb kerülhet, lehet számolgatni, van értelme, és szerintem ettől szép a futball, úgyhogy én bízom benne, hogy mindenkinek csak egy plusz löketet ad az, hogy 8 forduló van vissza, és lassan el fog dőlni a feljutás sorsa. A forduló további eredményei a következők: Mosonmagyaróvár Szolnok 1-2, Siófok Soroksár 3-2, Nyíregyháza Spartakusz Budaörs 1-1, Dorog Balmazújváros 2-0, Grosics Akadémia Cegléd 0-0, Cigány Békés Csaba 0-5, Szeged Kozár Misleny 0-0, Csákvár Sopron 1-1 és Zalaegerszeg Puskás Akadémia 0-1. A tabella élén a Puskás Akadémia áll 62 ponttal, megelőzve az 55 pontos Kisvárdát és az 54 pontos Soroksárt. A Kisvárda vasárnap a Zalaegerszeget fogadja.